Supernatural. Biztos vagyok benne, hogy most tele vagytok elvárásokkal, de elmondhatom, lehet, hogy vársz, mint egy várandós kismama, de azt hiszem, a kisbaba megérkezett. Hadd mondjak el valamit erről a kisbabáról. Olyan kevesen voltak ebben a nemzedékben olyanok, akik Isten dicsőséges jelenlétének teljességében lettek volna. Annyira kevesen, túl kevesen. Működünk az úgynevezett Isten kenetében. De annak érdekében, hogy ez a világ már ne fejjel lefelé, hanem a jó úton haladjon. Szükségünk van Isten dicsőségére. Hiszem, hogy ebben a műsorban, ebben a pillanatban meg fogod tapasztalni Isten dicsőségét! Kevin Zedai, egy kedves légiutas kísérő egy nagy légitársaságnál. Elmegy a fogorvoshoz, ahol csupán rutinbeavatkozást végeznek rajta, meghal és felmegy a mennybe. Nem akartál visszajönni? Miért? Mert minden, amit valaha is reméltél, ott van, Jézus jelenlétében is a szemébe nézel, és soha többé nem akarod elhagyni azt a helyet, vele szeretnél maradni az örökké valóságot hátralévő részében. Azt mondtad, visszaküldött téged. Miért? Nem akartad, tudom. Az ő szíve vágya az, hogy mindenki aktiválva legyen ezekben az utolsó napokban arra, hogy úgy járjon Isten szellemében, ahogyan élünk. És ezért megkért, hogy jöjjek vissza, és aktiváljak erre embereket, és azt mondta, hogy velem lesz. Azt mondta, hogy jó akarata jár majd velem, és nem veszíthetek. Észrevettem, hogy te szó szerint két világban élsz. Hogy működik ez nálad, hogy ugyanabban az időben élsz, egyszerre a mennyben és a földön? Hát néha nagyon szórakoztató, mert itt minden lassabb. Jézus megmutatott olyan dolgokat, amelyeknek meg kell történnie, és néha hetekbe telik, hogy az emberek megkapják, így néha segíteni kell nekik. Tehát imádkozom, vagy elkezdek beszélni az emberekkel, hogy a megfelelő irányba mozdulhassanak. Volt olyan átélésed is, amikor Isten visszavitt téged az időben, és láttad, ahogy Énok és Illés a mennybe került. Mit láttál? Nos, Szét, először is azt akarom mondani a közönségnek, hogy miközben elmesélem ezt a történetet Énokról és Illésről, és hogy mi történt velük minden alkalommal, amikor elmondom ezt a történetet, Isten ereje megjelenik a televízióban vagy az előadóteremben, amikor beszélek, mert ez egy példája annak az erőnek vagy hatalomnak, és Isten dicsőségének, mely a földre fog jönni. Énok Istennel járt, és Illés lovasszekerét hajtva, az az erő vagy hatalom, amely elragadta őket, ugyanaz az erő vagy hatalom és dicsőség, amely a földre jön most. Nyisd meg tehát a szíved, és fogadd el, ahogy elmondom ezt a történetet. Amikor repülővel utaztam a feleségemmel együtt Seattle-be, úgy éreztem, valaki elmegy mellettem a folyosón, és megáll a székem előtt, tudva, hogy valaki ott áll, oda néztem, de nem volt ott senki, aztán azonnal megláttam egy angyalt. Megfogta a karom, és elragadt magával, és elhagytuk a repülőgépet. Figyeltem, hogy a repülőgép mögén kerül, és elmentünk egy olyan helyre a földön, amely nem tűnt ismerősnek, és ott volt egy nyitott mező, és láttam egy embert, aki egy ösvényen sétált, és az angyal azt mondta, engedélyt kaptam arra, hogy megmutassam neked az elkövetkező kor erejét. Azt mondta, ez a feltámadási erő. Azt mondta, ez az az erő vagy hatalom, ami által Énok úgy ment a mennybe, hogy nem halt meg. És azt mondta, íme a feltámadás ereje, az eljövendő kor ereje vagy hatalma. És rám mutatott egy emberre, és figyeltem, ahogy megtette utolsó lépéseit, és a dicsőség körülvette őt, teljesen körbevette, aztán hirtelen az utolsó lépése már a másik világban vagy valóságban volt, majd eltűnt a szemünk előtt, de Sid, ami történt, hogy az a dicsőség visszatért, és megcsapott engem is az angyalt, és majdnem kiütött minket, és rögtön azt mondta nekem, hogy ez Énok volt, és ez volt az utolsó lépése, és akkor megragadott, és felmentünk a levegőbe is repültünk, és nem tudtam, de egy újabb időben érkeztünk meg, és leszálltunk, és láttam egy szekeret, mely tűzben égve ment.
És ott ült benne egy ember, és láttam valaki mást is, aki a szekér mellett állt, és a szekér elindult ezzel az emberrel, és ugyanaz az erő vagy hatalom, amelyet Énok körüljárta a szekeret. És Isten ereje visszatért hozzánk, és ismét majdnem kiütött bennünket, és az angyal azt mondta nekem, hogy ez Illés volt. És ezzel jöttem vissza. Valójában, amivel visszatértem, az volt, ami megcsapta szellemem, és lenyomatot hagyott rajtam. Visszajöttél. Tud-e valaki hívőként járni abban a feltámadási erejű dicsőségben? Igen, mielőtt visszavitt volna a gépbe, átadott nekem egy tekercset, és azt mondta, itt a szolgálatod. És azt mondtam, megtarthatom, és magammal vihetem? És azt mondta, nem, mert ez a Bibliában van, a második korintusi levél 5. fejezetében. Azt mondta, ez a szolgálatod, ami a békéltetés szolgálata. Azt mondta, menj és békéltesd meg az embereket Istennel, mert nagy ár lett értük kifizetve, csak mondd ezt el nekik. Hited szerint mi már Isten utolsó mozgalmának kezdő szakaszában vagyunk? Igen, Sid, hiszem ezt. Hiszem, hogy most a Szent Szellem feltámadási ereje felgyorsul. Ugyanaz az erő vagy hatalom, amely Jézust feltámasztotta a halálból, bennünket is arra késztet, hogy új emberré váljunk Krisztusban az újjászületés megtapasztalása által. De ugyanaz az erő vagy hatalom most a dicsőségben jön el, és amikor Isten dicsősége eljön, akkor a dolgok elkezdenek korrigálódni. Az Úr megmutatta nekem, hogy az elkövetkező hónapokban ilyen korrekcióra lesz szükség, hogy például az embereknek oda kell figyelniük szavaikra. Tudod, mit éreztem? Hogy ahogy ez a dicsőség növekszik, bármit mondunk, még ha csak viccből is, az meg fog történni. Ez így van. És szinte veszélyes lesz. Ez így van. És úgy érzem, hogy sokan vannak most, akik sok nehézségen mennek keresztül. Szeretném, ha tudnád, hogy bár nagyon nehéz volt számodra az elmúlt időszak, és mindaz, amiken keresztül mentél, de az Úr azt akarja, hogy tudd most, így szól az Úr, hogy eljött az idő arra, hogy kigyere ebből, ne várj egy másik napot. Az Úr azt mondja, hogy áttörsz Jézus feltámadási ereje által, Jézus nevében. Ez az erő vagy hatalom szint ott van és várakozik. Az Úr azt mondja, hogy ne várj a következő napra, tehát látom, hogy az elkövetkező hónapokban az emberek elkezdenek felgyorsulni szellemben, aktiválódni fognak, rájuk sem lehet majd ismerni, azt fogják mások mondani, ki ez az ember, már nem ismerem őt, pedig barátok voltatok addig. Meg fogtok változni Isten átalakító, felgyorsító ereje által. Tudjátok, annyira érzem ezen Isten jelenlétét. Később itt leszel még, hogy igazán imádkozzunk, és ténylegesen mozduljunk szellemben. A szünetről visszatérve pedig Dr. Keith Ellis hit által teremtő csodákat mutat majd be a dicsőségben. Tudjátok, Isten jelenléte olyan édes, mint a méz. Keith, emlékszem, hogy olyan vonakodó proféta voltál, hogy Istenek szó szerint a padlóra kellett téged szorítania. Emlékszel rá? Igen, igen. Az Úr elhívott, hogy prédikáljak és profétáljak, és megkaptam az első nagy proféciámat, amikor az Úr jött hozzám. Jézus megjelent nekem, amikor a fiam kómában volt. Azt mondta, menj és profétálj az orvosoknak, fel fog támadni a halálból, és teljesen meggyógyul. És így is történt. Akkor most vigyél minket vissza abba az időbe, amikor Isten a padlóra küldött. Igen, szét tudod, az Úr foglalkozott velem, miután bűnbánatra jutottam. Azt hiszem, a bűnbánatra jutás, megtérés nagyon fontos. Amikor eltávolodtam Istentől, aztán Justin fiam kómába került, és nem volt remény, semmilyen agyi aktivitás, akkor nagyon sok megtérést, bűnbánatra jutást tettem. És amikor hazaértem, megjelent az Úr. Egy perc volt Istennel. Elmondta nekem, mit kell tennem, hogy menjek vissza az orvosokhoz, és profétáljak nekik, és mondjam azt, hogy a fiam élni fog, és nem fog meghalni. Szavaink, amiről korábban beszéltetek, nagyon fontos lesz ezekben az utolsó napokban. Úgy értem, nagyon oda kell figyelnünk a szavainkra, mert azt kapjuk, amit mondunk. Nagyon fontos ezen elgondolkodni. A földhöz tapadtam, egy egész napon át próbáltam felkelni, de nem tudtam, és az Úr azt mondta, mikor fogod megadni magad és prédikálsz? Te szeretnéd, ha Isten így hívna el? Mikor adod meg magad és fogsz profétálni? Mutattam álmokat neked, amikor még fiatal voltál, de te csupán elfutsz tőlem. Azt mondtam, Uram, megbántam, megtértem. Justin épp most támad fel. Azt mondta, igen, de nem adtad át egész életed még arra, hogy megnyerd ezt a világot Jézus számára, aki én vagyok. Így azt mondtam, oké, Uram, ha 5 dolgot megteszel, akkor én is megteszem. Mondj egyet. Egyébként nagyon magabiztosnak érezte magát, mert úgy gondolom,
volt a kérései, túl nehezek lesznek úgyis Istennek. Csak egyet mondj. Tudod, Széda, hogy növekedtem, mindig úgy tekintettem Isten nagy szolgálóira, akik ott vannak elől a színpadon, az emelvényen, hogy ők olyan tanultak és hasonlók. Első gondolatom az volt, de nekem nem volt részem bibliai oktatásban, én csupán gyülekezetbe jártam. Tehát azt mondtam, Uram, nem tudok prédikálni, mert nem végeztem bibliai iskolát. 5 kifogást adtam Istennek, miért nem tudom megtenni azt, amire kért. Isten már jól tudja, hogyan kell mindent rendbe hozni. Szóval felsoroltam ezt az 5 kifogást, az első az volt, hogy nem tudok prédikálni, mert nem volt részem bibliai oktatásban. Azt mondta nekem, kapsz tőlem bibliai oktatást, ha teljesen átadod ezt nekem, akkor átadtam teljesen neki, és ahogy elmentem aznap a gyülekezetbe, a lelkipásztor nem tudott prédikálni, azt mondta, van itt valaki, akinek Isten adott üzenetet, így én átadtam az üzenetet, és erre ébredést tört ki. Van egy közös barátunk, aki már a mennyben van. Bob Jonesnak hívják. És sokszor emlékeztet engem rád, mert ő is álmában 100%-os pontosságú proféciákat kapott. Bob elmondta neked, hogy eljön majd egy olyan idő, és a dicsőségről beszélt. Mondd el, mit mondott neked arról, hogy a dicsőség felemelkedik? Tudod, Bob beszélt nekem, eljött a gyülekezetünkbe, és jó barátok voltunk vele, és feleségével, Bonnie-val, és nagyon szerettük őket. Bob Istennek nagy embere volt, és eljött, és arról beszélt, hogy jön a végidők ébredés, amikor egy milliárd lélek tér meg Isten királyságába. Egyetlen gyülekezet sem lesz képes befogadni ezt a sok embert, mindenütt lesznek a mezőkön, sportesemények helyett, stadionokban is lesznek sportesemények, de a stadionok tele lesznek Istenre éhes emberekkel, és ez az, ami most jön, ami történik. Sokszor kérdezgettem erről Babot, és azt mondta, tudod, Keith, évekkel ezelőtt az Úr jött hozzám, és azt mondta nekem, hogy egy ideig el fogja venni dicsőségét a földről, de itt hagyja a kenetet. Dicsőség Istennek a kenetért, de Bab azt is mondta, tudod, az Úr nem csupán elveszi a dicsőséget, hanem amikor én már nem leszek itt, vissza is fogja azt hozni, és tudod, Bab megprofétálta, hogy 40 évvel később fog ez megtörténni, épp ebben az időben, és itt vagyunk most, ti is a 40. évfordulótokat ünnepítek, eljött az idő, hogy a dicsőség visszatérjen erre a földre. Ugyanaz a 40 év, ez ugyanaz az ünneplés, ami nekünk van. Azt mondta, hogy ebben az évben lesz meg a 40. év. Hát, többen is mondták már, és Bonnie kiadta nemrégiben Bob Jonesnak azt a könyvét, melynek címe The Shepherd's Rod, abban azt mondja, hogy a 40. év most lesz. Ez év tavaszán fog elkezdődni, tehát én készen állok, és ti mind készen álltok? Keith, csak néhány percünk maradt ebben a szegmensben. És természetesen látunk majd ismét egy későbbi szegmensben. De sokan szenvednek most. Igen. A pusztában vagy, és még csak nem is tudod, hogy miért. És kiáltasz Istenhez, Istenem, hol vagy? Istenem, szörnyű bűnt követtem el? Istenem, ilyen édes közösségben voltunk egymással. Mit mondanál most ezeknek az embereknek? A 30-as Zsoltár 6. verse, bánat száll le éjjel, de jön az öröm reggel. És azt akarom mondani, hogy úgy hiszem, ma mérföldes távot jelzők vagyunk. Belenéznél most nézőink szemébe, és úgy mondanád ezeket nekik? Azt akarom most mondani, hogy te, aki nézel most, és bántalom szomorúságért, küzdelmeken mész át, és össze vagy zavarodva, számtalan dolog leterhelt, és nem látod az út végét. Elmondom neked, hogy ma mérföldes távot jelzők vagyunk szellemben, egy mérföldes távotjelző pontosan megmutatja, hogy hol vagy az úton, és úgy hiszem, hogy amit látni akarsz, egy mérföld jelzésed van, és már csupán ott vagy a sarkon, hogy kijöjj a pusztából, és belépj Isten ígéreteiben, rátalálsz a válaszokra, amit kerestél, és látni fogod. Isten az én időmben adta nekem az Ézsaiás 61-et, most 61 éves vagyok. Ézsaiás 61. fejezetének 3. verse azt mondja, ékességet adok neked hamu helyett. I'm gonna give you beauty for your ashes. Hadd mondjam el, ma Isten néhány embernek szépséget, ékességet fogadni a hamu helyet, amelyek az életedben voltak. Isten beszélt nekem Jobról, mert Jób is hamuban üldögélt. Vannak emberek, akik számára úgy tűnik, mint a világuk hamuvá vált volna, de Isten hamarosan feltámaszt téged. A legjobb napjaid még előtted vannak. Ugyanaz a Jézus, aki feltámadta halálból, hamarosan feltámasztja a te életedet is, és ez lesz a legjobb napod, a mennyország lesz a földön olyan emberek számára, akik hisznek. Sokan megszabadulnak most a mindenható Isten ereje által. Ó, van egy folyó itt ebben a stúdióban, mint még soha korábban. És szeretném, ha Kevin beszélnél arról, amit mondtál nekem Jézusról, a Betesda tavában.
Szeretném, ha most elképzelnétek Jézust, ahogy belép ebbe a tóba, és ott vannak mindezek az emberek, akik arra várnak, hogy fel legyen kavarva ez a víz. És maga Jézus mondta nekem, mielőtt visszajöttem, hogy meg kell osztanom ezt a történetet. Azt mondta, a gyülekezet, az egyház arra vár, hogy fel legyen kavarva ez a víz, és nem veszik észre, hogy a gyógyító ott van előttük. És ez az ember megpróbálja rávenni Jézust, hogy mi alatt ott van, segítsen neki bejutni a vízbe, mert az első személy, aki bejut, az meggyógyul, és Jézus mondta, hogy az emberek ezt csinálják, várják ezt a véletlenszerű eseményt. Azt mondta, ez az ember nem is tudta, ki az, aki ott van előtte. Azt mondta, ha megkért volna kezemet rávetve, meggyógyítottam volna ott a helyszínen, de azt mondta, nincs senki, aki engem a vízbe tudna tenni. Látod, ott volt egy ember, aki Isten jobb oldalán ült, majd emberi testben eljött, és ott azonnal meggyógyíthatta volna. És meg is tette, és az Úr azt mondta, most vagyunk abban az időben, amikor nem ismerjük fel meglátogatásunk napját. Várjuk, hogy valami történjen, és az Úr azt mondja, ne várj, csak kérj és higgy. Amen. Kevin, mondtál nekem valamit, amit már régóta éreztem. És most újra néhány perccel ezelőtt, hogy Isten mondott neked valamit a természet feletti nyelvekről, a nyelveken szólásról. Maga Jézus személyesen, csak képzeld ezt el, 23 évvel ezelőtt személyesen azt mondta nekem, hogy az első számú természetfeletti dolog, amit tehetsz, hogy átengeded magad Isten szellemének, és hagyod, hogy a Szent Szellem elkezdje belőle kimondani Isten titkait. Azt mondja, és ha ez megtörténik, találd ki, mi lesz. A mennyeiből a fizikai síkra mennek át a dolgok. Voltak olyan emberek, akik beszélték ezt a nyelvet, amin én nyelveken beszéltem, és mondtam egyiküknek, hogy mondja el nekem, mit mondtam nyelveken. Egy egész héten keresztül ez az egyén lefordította, nem értelmezte, hanem anyanyelvéből lefordította mindezt, amit mondtam. Embereket neveztem meg, akikkel 24 órán belül találkozni fogok, és meg is történt. Minden megtörtént az azt következő héten. Nem is tudta, csak elmondta nekem, neveket neveztem meg, és anélkül, hogy ismerném azokat az embereket, kapcsolatba kerülök velük. Mondott olyan dolgokat például, hogy a szellem azt mondja, Kevin, mész az Ez természet fölötti műsorba. Ő nem tudta, mi az. Még azt is mondta, melyik iskolába fogok menni. Anyanyelvén beszéltem. Tehát mi az, amit a szellem akar neked mondani, hogy a szellemvilágból fogja és idehozza? Hadd mondjam el, ha kimondod, egy tranzakcióvá válik, és az ördög semmit sem tehet ellene. Keith, azt mondtad a stúdióban ülve, Isten tüze, Isten elektromossága, energiája áthaladt a testeden. De látod, tudok rólad valamit, amit kevesen tudnak. Sokat imádkozol nyelveken? Állandóan. Azt hallom most az Úrtól nagyon tisztán és világosan, hogy Józsué egyszer ott állt életének egy olyan pontján, ahol az Úr azt mondta, menj át ezen a Jordánon. Józsué és Káleb már korábban is átkeltek a Jordánon, de azt mondta, menj át ezen a Jordánon. Nem a tegnapi Jordánról beszélt, nem a holnapi Jordánról, hanem arról a Jordánról, ami itt van, egy mérföld széles volt a széléig, nagyon mély és sebes. És sokan álltak ott, úgy gondolták, hogy ez lehetetlen, ez áthatolhatatlan. Itt senki sem tud átkelni. De ha hallasz Istentől egy szót, amikor van Istentől egy proféciád, akkor minden lehetséges, és ezért fog most itt Isten hatalmas dolgokat tenni. Megmondom, mit tegyünk, álljunk fel. Szemek gyógyulnak meg most. Migrénes fejfájások eltűnnek most. Fájdalom az ujjakban, a csuklókban eltűnik. Vége van. Elment. Mindenféle fájdalom elmegy. Mert én a Yeshua HaMashiach Tzidkenu nevében jövök, aki Jézus a Messiás, ami igazságunk, és megkötözöm az ellenséget. A Jézus vérét tartom az ellenség elé. Megparancsolom, hogy a gonosz szellemek meglegyenek kötözve, és elmennek most, és azt mondom, hogy a gyógyulás úgy folyik most, mint a folyó!